A laboratórium által biztosított kivizsgálási rendszer hatékonyabbá teszi a gyógyítási folyamatot. Egyik legfontosabb lépése volt a kórháznak, hogy létrehozta ezt a saját labort, mert egyik, ugye a betegeket, akiket beutalnak a kórházba, elsősorban kivizsgálják. Tehát, hogyha van egy kivizsgáló rendszerünk, úgy radiológiai, komplex laboratóriumi kivizsgálás, akkor már könnyebben és hamarabb fel lehet állítani a diagnózist, mert diagnózis nélkül nem lehet kezelni. Így a kezelés hamarabb elindulhat, a beteg hamarabb meggyógyul, és hamarabb térhet vissza otthonába. Ezért nagyon fontos, hogy egy nagyon performáns, nagyon pontos és megbízható felszerelésünk legyen, mert ez nagyon fontos az orvosaink, asszisztenseink számára, hogy bízhatnak ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeiben. A saját kórházi laboratórium létrehozásával ismét közelebb kerültek ahhoz, hogy a Hargita megye tanácsa által működtetett egészségügyi intézmény megkapja a kettes besorolást. A kórház életében, mely a jövőben regionális klinikai kórházzá szeretne válni, a laboratórium az első lépés afelé, hogy technikai téren is a gyógyítás szolgálatába álljon. Újabb lépés az ambiciózus célunk felé, hogy olyan regionális klinikával fejlesztjük ezt a kórházat, hogy mindenki gyorsan, szakszerűen a legkomplexebb esetekben is itt megkaphassa a gyógyítást, a kezelést, a beavatkozást, ne kelljen elmenni távoli egyetemi városokban, ne kelljen sorba állni, hát ne kelljen borítékot tenni a zsebbe, és lehetne sorolni a hátrányokat, amiben nagyon sok Hargita megyei és környékbeli beteg sajnos szembesül. Egy jó csapatmunkának köszönhetően megvan a labor, ez egy feltétel a továbblépéshez. Jó csapatmunkában szponzorok, az RMDS parlamenti frakciói, a megyei tanács és a kórház lelkes munkaközössége közös munkálkodásának az eredménye, hogy ma itt lehetünk, és folytatjuk a jó hírekkel, tehát ehhez kérjük mindenkinek a segítségét, a támogatását, mert ez a kórház többet érdemel, és ezért a kórházért sokat dolgozunk, hogy eljussunk ahhoz a szinthez, hogy amikor szükség van, álljon rendelkezésre, jó felszerelten, szakemberekkel, és mosolygósan. A laboratóriumban 2 orvost, 2 biológust és 6 laborasszisztenst alkalmaztak, és további 5 asszisztens foglalkoztatására tartanak versenyvizsgát. 15 új munkáját teremtettünk, ami lehet, hogy nem tűnik egy nagy számnak, de hogyha azt nézzük, hogy 2 orvos, 2 biológus és 11 középkáder tekintetében perspektíva ez a labor, akkor arra is gondolhatunk. Valószínűleg egy jó része esetleg elment volna külföldre, ezeknek a kollégáknak itthon maradtak, bízom benne, hogy a családjukban az itthon maradás mellett döntenek, és folytatjuk a munkahelyteremtő tevékenységünket is, hisz ez a labor közvetlenül 15 munkahelyet teremt, de közvetve a beszállítások és a különböző egyéb szolgáltatások mentén tovább gyűrűző hatást fog okozni, kiváltani, és hisszük azt, hogy vannak a megyében is jól fizető munkahelyek, és ezeknek egy jó részét akár mi is létre tudjuk hozni. A 4 részleghez különféle korszerű gépek tartoznak, a berendezést 4 évente cserélik majd. A beruházás értéke több mint 296 ezer lei, ebből mintegy 70 ezer lei a kórház saját forrásaiból származik, 214 ezer lejjel a MOL Románia és a Polgártárs Alapítvány támogatta az egység létrehozását, majdnem 12,5 ezer lejjel a Sanitas szakszervezeti szövetség járult hozzá a költségekhez.